Hát szép napot kívánok mindenkinek, és ennél még sokkal szebbet szeretnénk. Hódműző vásárhelyre most az elmúlt órákban egy 15 perces, nagyon intenzív vihar során nem csak jelentős csapadék, hanem ennél is komolyabb szél zúdult, és nagyon sok fa kidőlt, rádöltek felsővezetékre, áramszolgáltatásban is van fennakadás. Óriási, teljesen egészséges fákat csavart ki a szél, leginkább japán akácokat és nyárfákat. A katasztrófa elhárítás az folyamatban van, a tűzoltóság katasztrófa védelemnek 16 csapata dolgozik most Hódműzővásárhelyen. A mai nap megpróbálnak minden egyes ingatlanhoz eljutni, ahol bejelentettek kárt. 150 ilyen ingatlan van, de hát 16 csapattal, sok emberrel rajta vannak. Az áramszolgáltatókkal is beszéltünk, ők is sorra járják, sorra hárítják el, sok helyen van. Oszloptörés is történt a Teleki utcán, de sok helyen vezetékszakadások történtek, még a középfeszültségen 20 kV-os vezeték is városon kívül a Csomorkányi útnál sérült meg, úgyhogy ezeket mind el kell hárítani azért, hogy lehetőleg minél kevesebb áramkimaradás legyen, áramszünet legyen. Remélhetőleg az áramszolgáltatás hamarosan helyreáll, de a fa és épületkárok helyreállítása az biztos, hogy még sokáig el fog tartani itt Vásárhelyen, a következő napokban is türelmet, megértést kérünk. Akik tudnak segíteni szomszédoknak, hogy akár a takarításban egy kicsit, hogy járhatóak legyenek az utak, minden ingatlanhoz be lehet jutni, azok, aki tud, segítsen a szomszédainak, segítsenek egymásnak. Hálásan köszönjük így is mindenkinek, akkor ott van a rendőrség mellett ugye a katasztrófavédelem, az áramszolgáltató, sok más önkéntes, a mi általunk bevont vállalkozók és a város cégeinek a munkatársai is dolgoznak és fognak dolgozni a következő napokban is. Úgyhogy kis türelmet kérünk, segítség egymást addig is, gondoskodjanak azokról, akik áram nélkül maradtak, ne adj Isten élelem vagy egyéb probléma nélkül. Mi is, amit tudunk, segítünk, krízisvonalon, akik jelentkeznek, azoknak igyekszünk segítséget vinni. Önöknek kitartást kérünk, és természetesen köszönjük azoknak a sok-sok embernek a munkáját, akik most részt vesznek az elhárításban. Gyöngyösi Ferenc alpolgármester úr és magam nevében, akik most jártuk a várost és beszéltünk sokakkal. Tremplén forgalom helyreállt, az Adin egy fa dőlt ki egy ingatlannál szerencsére kifelé, magánterületről, azt sikerült elhárítani, hogy a közlekedés lassan helyreáll. Addig is türelmet kérünk és köszönjük a segítséget.